Éremért utazott, és éremmel is tért haza Taipeiből Szikszai Róbert. A Nyíregyházi Egyetem sportszervező szakos hallgatója a 29. nyári univerziádén harmadik kísérletére 60 méter 91 cm-re repítette a diszkoszt, így felállhatott a dobogó harmadik fokára az egyetemisták és főiskolások világjátékán. Szikszai a junior Európa-bajnoki arany és az U23-as Európa-bajnoki bronz mellé újabb világversenyen szerzett érmet. A magyarok az éremtáblázaton 5 arannyal, 5 ezüsttel és 4 bronzzal a 14. helyen végeztek a 144 nemzetversengésében. Így, ha egy harmadik helyet sikerült szerezni, mindenféleképpen jó sikerült. 60 méter 91-et dobtam, ami lehetett volna jobb, és ugye nagyon szoros volt a mezőny, ha egy 30-40 centivel dobok nagyobbat, akkor már akár első is lehettem volna. De ugyan igaz ez visszafele is, mert ugye a negyedik is 60 méter fölött volt, ha jól tudom, az ötödik is. Úgyhogy nagyon szoros versenyben egy harmadik helyet sikerült, szerintem ez teljesen elfogadható. A VB-n után vagyunk már, nem tudtuk, hogy kik indulnak el. Ugye a korhatályt azért megvan szabva, 29 év, ha jól tudom a korhatály. A legtöbb, aki a VB-n volt, az ennél idősebb, és nem indultak el, így sikerült ezt a harmadik helyet megszerezni. Az újdonsült univerziádi érmes szerint Tájvánon a szervezők mindent megtettek azért, hogy emlékezetes versenyt rendezzenek. Nagyon nagy felhajtást csináltak ezek az ázsiaiak, nagyon szeretik a sportot, mint most kiderült. Tehát nagyon biztonságban voltunk, vigyáztak ránk, nem volt semmi gond. 15 ezeres volt, ha jól tudom, a stadion teltház volt az én versenyen is, meg úgy általában már délelőttön is nagyon sokan voltak. Városnézésre nem nagyon volt időm, mert ugye utolsó nap versenyeztem, így csak egy napunk maradt utána szétnézni, de elég volt ez is. Szikszai Róbert hazaérkezése után szombaton a Magyar Liga döntőjében 60 méter 74 cm-es eredménnyel a második helyen végzett Kővágó Zoltán mögött. Hétvégén a csapatbajnoki döntőben, majd azt követően Szentesen lép dobókörbe Kerekes László tanítványa. A szezon pedig a tervek szerint a hagyományos ciprusi versennyel zárja a nyíregyházi diszkoszvető.